Sziasztok srácok, ez bizony a zöld háttér előtti zöld alma. Mennyi eszem van? Ez a 93. heti adag, úgyhogy fogyasszátok felelősséggel. Igaz teljességgel összevetve nyúlfarkni fontosságú a következő dolog, hogy a Pokémon Go éppen hol tart, ugyanis a játékos bázis annyira hullámzik, mint ahogy a frissítések. Ha valamit éppen hozzáadnak, akkor általában egy kicsit többen vagyunk. Ha meg elvesznek belőle, vagy úgy hagyják, akkor meg elmennek a játékosok, úgyhogy gyakorlatilag a rendszer az tök jó. Már megléphetni azt a kooperatív dolgot, de még mindig nem lépte meg, úgyhogy igazából csak ingadozik. Húsvétkor persze most valami húsvétes tartalom lesz, őszintén szóval meg sem néztem. Viszont rengeteg díjat kapott a Pokémon Go amiatt, amit elér, és én azért szeretek erről beszélni, mert játék közben mozgunk, ez nagyon jó dolog. Úgyhogy a mostani ilyen köszönő beszédben úgy írták a posztot, hogy hamarosan, amikor beköszönt a tavasz, kooperatív élmények várnak majd rátok, úgyhogy reméljük, hogy nagyon tetszik. Kooperatív élmény még nem volt a Pokémon Go-ban. Az arénákat nem nevezhetjük szerintem annak, ugyanis ez inkább körökre osztott harc. Szerintem legközelebb az ilyen Mewtwo-féle nagy közösségi harc lesz, mint ami a rendes beharangozó videóban volt. De igazából nem tudjuk mi lesz, csak valamit elhintettek, erre talán érdemes figyelni, érdemes körbenézni, van-e még aktív Pokémon játékos a környékünkön. Hát, ha tudunk majd közösen játszani. Legyen egy icipici aktualitás ma, amikor kiment a heti adag, Oszi fog live-olni a Twitch csatornánkon, mert nekünk olyan is van, különben a videók alatt, a leírásban minden fontos linket mindig megtalálhatok. Érdemes minket követni Twitchen, úgyhogy a Game Geek live-ok éledezője Oszi által fáklyát tartva, szaladva indul előre, úgyhogy hamarosan itt is majd elkezdődnek dolgok. Úgyhogy már sem menjetek Twitchre. Nagyon érdekes, hogy végre valaki hivatalosan is neki ment a G2 állnak. Ugye tudjuk, hogy ez egy érdekes rendszer, működik, olcsón megveszi a legnagyobb akciókkal, vagy a legnagyobb felvásárlási számokkal, vagy a legkisebb adózási környéken, vagy a lenyomott játékáru zónákban a játékot, és a piac terén eladja, mint egy vatera. Mindegy, van benne sok minden nagyon rossz dolog. De például a Gearbox azt mondta, hogy ő azonnal felbontja vele a szerződést, nagyon nem azonnal adott rá egy 90 napos határidőt, hogy bizonyos dolgokat be kell tartani, hogy tovább tudjunk együtt működni. Ha nem, akkor onnantól kezdve Gearbox játékot nem fogsz árusítani a piac téren, a Borderlands játékok például ilyenek. Nem kért ám bonyolult dolgokat a Gearbox, azt mondta, hogy legyen például mindenkinek elérhető ingyenesen a Shield. Legyen például jelezhető, hogyha lopott játékot vagy valami gázos játékot találnak az emberek a piacéren, arra lehessen szavazni vagy flagelni, hogy ez bizony gázos, vigyázzatok rá. És alapvetően azt kérte, hogy teljesen legyen egyértelmű a G2 árazása és rendszere, ugyanis a Gearbox szerint rejtett költségeket tartalmaz a játék eladás, és így hip-hop, így megjelennek plusz kis költségek, nem is tudjuk, hogy honnan. A határidőn belül a G2-re nem válaszolt, hogy a Gearbox az meg is bontotta vele a szerződést, de különben utána már válaszolt a G2-re, és azt mondta, hogy ő nem is érti ezt az egészet. Ez ilyen vagdalkozás, meg sárdobálás, ugyanis minden, amit kért a Gearbox már rég teljesítve van, és olyanokkal magyaráz, hogy például a Shield az oké, hogy nem ingyenes, de gyakorlatilag az csak a várakozási időt veszed meg vele, ugyanis a support az mindenkinek ingyenes, és mindenkinek megoldja a problémáit, még akkor is, hogy nagyon-nagyon régen vette le játékot, és akkor is visszaadják a pénzt. A Shield-el csak gyorsabb ez a folyamat, ő így magyarázza. Azt mondja, hogy semmiféle rejtett költség nincs, az emberek maguk választják, hogy melyik országban laknak, és hol vásárolják ezt a játékot, ebben persze önmaguk választják ki az adózási rendszert is, amivel befolyásolják az árat, és ezt a G2 ad nem ellenőrzi. A lopott kódokra válaszolt a legérdekesebbet a G2, hogy nem az a legnagyobb baj, hogy lopottak a kódok, sokkal nagyobb baj az, hogy a fejlesztők bele akarnak turkálni minden adatbázisban, mégpedig azért, mert ők akarják irányítani a piacot, és hogy minél magasabb áron tudják értékesíteni a játékot, és ez nekik az nem tetszik, hogy a G2 igenis kihasználja a fel nem használt kulcsok mennyiségét, és azt szerint lejjebb tudja nyomni az árakat. Ez nekem nagyon fura, viszont nagyon tetszik, hogy valaki kiállt a rendszer ellen, és azt mondta, hogy itt többet nem találsz Gearbox játékot. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy beáll-e a sorba még más, vagy lesznek-e komolyabb változások. Valószínűleg nem, de elképzelhető, hogy igen. Ha már icipicit beszéltem a Twitchről meg a live-ról, nagyon érdekes hír, hogy PewDiePie, tehát Félix, tudjátok,
live-olni fog Twitch-en vasárnaponként, hetente, minden alkalommal. Igazából közé tett egy videót, hogy bejelentette azt, hogy hát nem úgy keres pénzt, ahogy régen. Ugyanis volt ez a rasszizmus dolog, meg volt az, hogy a Wall Street Journal azért rendesen nekiugrott, és onnantól kezdve az a jó pár hirdető elment az oldaláról, ugye már kiesett a YouTube Red-es Premium Sectionből, annak a szolgáltatása és műsora is leállt, úgyhogy igazából észrevette, hogy nem úgy jön a pénz, ahogy eddig, valahogy ezt ugye megpróbálja majd behozni, és úgy néz ki, hogy a nagy konkurenciához megy át, és vasárnaponként streamelni fog a NetGlow nemű műsorban egyelőre, ami egy ilyen beszélgetős, talkshow-s, beöltözős, baromkodós műsor, tökre illik hozzá különben. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a donate háborúkból, meg a hatalmas nagy közönségbázisból. Ez egy érdekes lépés, közben ráadásul nagyon érdekes, hogy párhuzamosan zajlanak az események. Németországban a Landesmeidenanstalt kitalálta, amit szervezett, hogy csókolom, a live-ok azok igazából majdnem ugyanolyan, sőt ugyanolyan műsorok, mint a tévészolgáltató műsorok, akik komoly pénzeket fizetnek ezért, úgyhogy lehet, hogy elavult ez a rendszer, elavult ez a törvény, de igenis, ugyanúgy a szolgáltatási díjat, vagy nem is tudom, hogy közvetítési díj, vagy valami közvetítési dolog, nem tudom, hogy mondják ezt németül vagy hivatalosan, azt igenis be kell fizetni annak, aki live-olni szeretne, ez olyan 1000 és 10.000 euró közötti díj, közönségtől függően. Azért ez elég érdekes. Ebbe sok minden benne van, tehát ebbe gyakorlatilag ez a közvetítési dolog, ez arra is jó, hogy igazából beleszólnak abba, hogy mit csinálhass. Tehát este 10-ig például nem tehetsz közé erőszakos, vagy olyan tartalmat, ami gyerekeknek ártalmas lehet. Ebben az erőszakos játékok is benne vannak például. Ugye az internet általában azért szabad szájú, tehát ott bármilyen témáról bárki bármikor beszélhet. A tévé azért nem ilyen, hogyha beszélnek is ilyen témáról, annak megvan a helye és az ideje, és általában ritkább bak a polgárpukkasztó, vagy egyéb megosztó dolgok, inkább így mondom, vagy szabályozva van, míg az internet nem, és gyakorlatilag valahol el is hangzott az a mondat, hogy kénytelen meglépni ezt az elavult dolgot, mert igazából még a végén avval fog szembesülni, hát ez a német szervezet szerint avval fogunk szembesülni, hogy a tévék nem lesznek hajlandók befizetni ezt a szolgáltatási díjat, mert van egy másik platform, aki nagyobb, jobb és vágatlanabb, szó szerint, és neki nem kell szolgáltatási díjat fizetni, és boldogan csinálhatja bárki, míg van a tévé, aki csinálja a szolgáltatási, fizeti a szolgáltatási díjat, és akkor még skatujázzák is, meg megkötik, úgyhogy hú. Hát ez elég abszurd dolog, szerintem, hogyha valami ilyesmit akarsz elérni, hogy megkötni az internetet és őt, hogy milyen tartalmak legyenek, akkor gyakorlatilag adok neked egy botot, menj a tengerre, az csapkod addig, amíg te nem leszel Mózes és szétválasztod a vizet. Mert kb. Nagyjából ennyire abszurdnak tartom azt, hogy tényleg most az internet szabad áram, információ szabad áramlását akarjuk valahogy megkötni. Oké, még csak a live-oknál tartunk, tehát live-adás és az valamennyire egy szolgáltatásszerű. Na hát nem tudom, ez nektek mi a véleményetek? Ez majdnem ilyen netadószerű, persze ez semmi sem biztos, felmerült elméleti szinten, mindenki még átgondolja, de hát azért ez brutális, hogyha ebben tényleg foglalkoznak, főleg, hogyha más országok is átveszik, és esetleg más oldalról is megvizsgálgatják a dolgot. És akkor most, ha még egy kicsit keverni akarnék ezen a szuperkásán, akkor azt mondanám, hogy most nemrég indult el a YouTube TV szolgáltatás, ami gyakorlatilag egy fizetett tartalom, befizetsz x forintot, és egy havonta, mint a kábel tévét, mondjuk 50 csatornát nézhetsz a YouTube fiókodon. Úgyhogy látjuk, hogy merre fele megy a Google-nek ez a fajta szolgáltatása és weboldala, nagyon érdekes, és így meg is értem, hogy a tévé is miért mozgulódik. Úgyis az gép előtt ülünk egész nap, úgyis már az internethez fordulunk, bármilyen kérdésünk van, és a tévét is onnan fogjuk nézni. Szerintem nem okozok hatalmas nagy meglepetést avval a név, vagy Hellblades, ti is biztos figyeltétek a nem AAA-t, hogy az fejlődik és fejlesztik, és nagyon durva. A Ninja Theory nagyon dolgozik rajta, különben a Devil May Cry-t is ők csinálták. Hát értenek a pörgős, akciódús, verekedős játékokhoz. És ez a kis viking lányok és pszichotörténeteivel és mitikus elemeivel és egy kicsit errefele indult. Aztán egy fejlesztés közben egyre jobban megváltozott a játék, egyre több puzzle-t, egyre több ilyen pszichorészt raktak bele, gyakorlatilag beleépítették a csajnak a megbolondulását és a belső hangokat és az ez alapján generált szörnyeket és dolgokat, amivel harcol.
ezért komoly szakmabeli embereket is bevontak, hogy tényleg milyen lehet az, meghallgattak olyanokat is, akik hangokat hallanak, hogy hogyan lehet a legjobban ezt elképzelni, és egyre bonyolultabb, egyre összetettebb lett a játék, ami egyáltalán nem rossz, és a legvégére már most láthattunk gameplayt, csodálatos, gyönyörűen néz ki, kicsit én egy nagyon hirtelen a Tomb Raider jutott eszembe, ugye csaj, puzzle-ök azért mész, harcolgatsz, de annál azért összetettebb lesz, főleg a harc része nem annyira casual. De nagyon brutális, ahogy kinéz. Én már várom a többi tartalmat, hogy kicsit jobban belelássassak. És arra is kíváncsi vagyok, hogy a viking mitológiát mennyire sikerült beleépíteni, meg a puzzle-öket, mert hogy az attól függ, hogy ez mennyire erős, az nagyon erősen viheti a közönséget is, hogy mégis mit tapasztalnak a játékkal kapcsolatban. Hát, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mostani almadagban, ezt az almát még egyszer megfogom, mert csak arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire látszik. Ja, úgyhogy azt hiszem Cortez is csinálja az adagját rendesen, próbálunk felzárkózni, próbálunk, és a következő videó lesz az 500. videó a csatornán, ami egy kicsit különlegesebb lesz, várjátok szeretettel, addig is menjetek vissza játszani. Sziasztok!